Ugye az a képtelenség, ami Münchhausen báróval megtörtént, hogy saját hajánál fogva emelte ki magát és lovát a mocsárból, annak itt valamilyen értelemben meg kell valósulnia. Itt saját magamat emelem fel, saját magamat transformálom, magasabb saját magamságomba. Önmagamról van szó. Minden esetben. Az egész megvalós beavatás, megvalósítás, megvalósulás tulajdonképpen erről szól. Azt mondják, úgy általában a legszebb halál elaludni. Ezt valamikor annyira nem fogadták el, hogy az imákban, ezek az imák eltűntek már nagyobb részt teljesen, éber halálért imádkoztak. Imák szóltak minden vallásban, a római katolikusban is, az éber halálért. Ne itt találjam magamat, ne történjék velem, mert a létbe lépésem is történik, az életbe lépésem is történik, az életben maradásom is történik velem, és az életem kioltódása is történik velem. Hiszen a felébredés nem történik velem, hogy egyes szem első szemében fogalmazok. Nem történik, azt megvalósítom. Akivel a dolgok történnek, az tulajdonképpen fogságban van. Annak nagyon kellemes fogságok, és nagyon kellemetlen fogságok. Ami történik velem, az sohasem lehet teljes és szabad és végtelen. Mert általában az ember úgy találja magát. Az oda vetettség értelmében, amit Heidegger-ge Wolfenheitnek nevezett, találja magát az életben. Ha már korábban kijelölt nyomvonalon haladunk tovább, a metafizikai megvalósításról lesz szó, és az azt előkészítő beavatásról, és arról, hogy a metafizikai megvalósításnak milyen sajátos karakterei lehetnek, különös tekintettel a mágikus karakterre. A metafizikai megvalósításnak vannak értelmi aspektusai, tehát vannak filozófikus vonásai, szcientikus, tudományos vonásai, általában a megismeréssel kapcsolatos vonásai, de mindegyiket meghaladja és felülmúlja a mágikus karakter. Hogy a mágia varázslatot jelent, varázslást jelent. A szónak a legmélyebb és legmagasabb értelmében. A tudat
legbensőbb rétegeig lehatoló mágia az, ami a megvalósításra szerepet játszik. Tehát létmágia és tudatmágia. A lét és a tudat egybeesnek, tehát tulajdonképpen a mágia mindezekre vonatkozik. Abszolút átvarázslás. Önmagamat kell egy más létfokozatba varázsolnom. Önmagamat kell felemelnem. Ugye az a képtelenség, ami Münchhausen báróval megtörtént, hogy saját hajánál fogva emelte ki magát és lovát a mocsárból, annak itt valamilyen értelemben meg kell valósulnia. Itt saját magamat emelem fel, saját magamat transformálom, magasabb saját magamságomba. Önmagamról van szó. Minden esetben. Az egész megvalós beavatás, megvalósítás, megvalósulás tulajdonképpen erről szól. Ezt minden alkalommal el kell mondani. Sokszor el kell mondani. És végig kell gondolni, és át kell élni. Hát önmagamat kell átvarázsolnom magasabb önmagamságomba. Ennek az önmagamságnak nincs tulajdonképpen vége. Van egy beteljesülése, egy abszolútumban való beteljesülése. Ez az egész lét tudatának a centruma. A lét tudatának a centrumát önmagam tudatom centrumából érem el. Annak az intenzívebbé tétele révén érem el. Tehát varázslat megy végbe. A varázslathoz természetesen hozzátartoznak egyéb velejárók. A konkrét mágikus képesség is velejárója lehet, nem mindig velejárója, de lehetséges. Most ennek a mágikus hatalomnak nincs fel határa. A centrum közeli állapotban a megvalósító mindenhatóvá válik. Minden tudóvá, mindenhatóvá. Mindent megtehet. Tehát nincs olyan, amit nem tehet meg. Mindent, ezt a szó legszorosabb értelmében. Ha akarja, egyetlen akarati aktussal a Père Lachaise temető összes halottját feltámasztatná. Függetlenül attól, hogy mikor haltak meg, és milyen állapotban vannak földi maradványai. Tehát mindent megtehet. És ez még egyáltalán nem a legmagasabb. Nincs semmiféle szabály, hogy szabad-e egy törekvőnek
konkrét varázslatokat végezni, vagy nem. Általában nagyon kevéssé szoktak végezni ilyen műveleteket, de erre is van példa. A legnagyobb mágusa valószínűleg az egész világnak, a konkrét mágia területén is, a csodatételek területén is Padmasambhava volt. Padmasambhava Buddha nagyságrendű bölcs volt, sőt volt a bizonyos tibeti irányzatoknál, ő az oltár fő alakja, és a történelmi Sákyamuni Buddha egy kicsit kisebb mellékalak. Tehát Padmasambhaváról jegyezték fel, hogy egy ízben ellenségei megtámadták, és mágiára vetették. Mágiára vetették, de a tűz nem fogta, tehát nem tudták elégetni. Stávozott. Egy más alkalommal megint elfogták, mágiára vetették, és ott hamuvá égett. Szél széthordta a hamuját, és következő pillanatban teljes épségben megjelent. Ugyanott. Ez egy bizonyos demonstráció volt, ami érzékeltette a lényegében sokkal nagyobb hatalmát. Mert az igazi hatalma nem ebben rejlett, hanem abban, amit az autocentralifikáció területén elért. De ez bizonyos értelemben érzékeltette azt, hogy mivel rendelkezik. Egy más alkalommal ugyanő belépett egy templomba, hindu templomba, ahol 108 isten szobor volt körülbelül. És egyetlen szavára ezek leléptek a talpazatukról. Tehát ez érzékelteti, hogy a háttérben ő az a sokkal nagyobb, amivel még rendelkezett. Tehát nincs határa. A legnagyobb mágia magának a felébredésnek a megvalósítása. A felébredés, metafizikai felébredés bizonyos értelemben lehetetlen. Ezt a lehetetlent valósítja meg mégis lehetségessé téve az, aki ezt az utat járja végig és beteljesedik. Ez nem egy végállomás, ennek nem jelöl lehető ki a fokozatisága. Tehát nem úgy egy-kettő áll, és akkor felébred. Nem. Tulajdonképpen felfoghatatlan, elképzelhetetlen, sőt elgondolhatatlan az, ami itt végbe megy. Mégis ez a cél. Ez a feltételen cél, amit ugye szanszkritben bódinak neveznek. Bódi felébredést jelent. Fordítják megvilágosodásnak is, de szerintem a felébredés az pregnánsabb.
mert metafizikai felébredés, abszolút felébredés. Megvilágosodásnak pedig sok fokozata lehet. Mert a felébredés latinra fordítva relaxigiláció, megvilágosodás pedig illumináció. Amikor részegekre azt mondják, hogy illuminált állapotban van, ez annyira nem pontos, hogy ez éppen ellentéte az igazi illumináltságnak. A megvilágosodás a felébredéshez vezető út belejárója sok-sok fokozaton keresztül. Például a Satori Japánban ilyen illumináció, amely kivételesen magában hordozhatja a felébredést is. Ezek kolosszális intuíciók. Az intuíciónál is legfelsőbb állapotok kapcsolatosak a megvilágosodással. Ezek valamilyen végső fázishoz kapcsolódnak, de maga a metafizikai értelembe vett felébredés viszont abszolút beteljesülés. És ennél nagyobb mágikus tett nem létezik. Mindig a lehetetlen van megvalósítva benne. A felébredés nem egy lehetséges verziója a létállapotoknak, hogy ilyen is előfordul. Hiszen a felébredés nem történik velem, hogy egyes szem első szemében fogalmazok. Nem történik, azt megvalósítom. Akivel a dolgok történnek, az tulajdonképpen fogságban van. Vannak nagyon kellemes fogságok, és nagyon kellemetlen fogságok. Ami történik velem, az sohasem lehet teljes és szabad és végtelen. Csak az lehet ilyen, amit ilyenként valósítok meg. Tehát ez megvalósítás kérdése. Én a felébredést megvalósítom. Azért nem alkalmazom a csinálom kifejezést, mert az annyival több, mint a csinálás, hogy félrevezető lenne bizonyos tekintetben. Ezt én valósítom meg. A halál történik velem. Azt nem csinálom, nem is valósítom meg. Az öngyilkos sem valósítja meg a halált. Mikor a szélsőségesen nem valósítja meg.
Egyébként van olyan, éppen a különböző mágikus irányzatokban, a mágikus karakterű jóga irányzatokban is, más ezekkel rokon megvalósítási útak esetén is, ismeretes az akaratlagos halál, a mors voluntaris. Ez nem öngyilkosság, egyszerűen olyan az úton haladó elhatározhatja, hogy meghal. Akkor, amikor akar. Azonnal, vagy máskor egy kijelölt időpontban, és akkor meghal. Ez bizonyos indián irányzatok is gyakorolták. Tehát bizonyos indián varázslók rendelkeztek ezzel az akaratlagos halál képességével. Megállapították, hogy mikor haljanak meg, és akkor meghaltak. Nem tettek magukkal semmit. Csak éppen meghaltak. Nyilvánvaló, hogy ez ugyanakkor teljes éberségben történt, megvilágosodott állapotban. Ez nem jelentett felébredést, bár elvileg azt is jelenthetett volna. Ennek az volt az értelme, hogy semmi ne törhessen rá a megvalósítóra. Mindent maga érjen el, maga valósítson meg. Például a halálát is. És nem halhat meg, ha nem akar, és azonnal meghal, ha azt akarja, hogy azonnal haljon meg. Mert az emberi általános életében az életben maradás is, a meghalás is történik. Történik. Valamilyen ismeretlen hatalom hajtja végre. És ezzel szemben nekem nincs hatalmam. Ugye vis maior, nagyobb erő jelenik meg. És a megvalósítónál nincs nagyobb erő. Valamikor a megvalósító nem ő hajtja végre az akaratlagos halált, hagyja, hogy látszólag történjék vele, de ezt olyan éberségi fokon éli át, ami teljesen egyenértékű az akaratlagos halállal. Azt mondják, úgy általában a legszebb halál elaludni. Ezt valamikor annyira nem fogadták el, hogy az imákban, ezek az imák eltűntek már nagyobb részt teljesen, éber halálért imádkoztak. Imák szóltak minden vallásban, a római katolikusban is, az éber halálért. Tehát nem egy olyan óriási pozitívú álomban, netán mély alvásban meghalni. Ebben is
esetleg rejlenek sajátos belső, kívülről felismerhetetlen lehetőségek, de általában az éber halálért imádkoztak, és az éber halál az adekvát. Tulajdonképpen az ember feletti éberségben történő meghalás az adekvát. És ez egy mágikus aktus. Tehát az akaratlagos halál például kimondottan egy mágikus tett. Ez nem egy hanyatlás betetőzése, hanem egy belső felemelkedés betetőzése. Tehát a megvalósítás, elismétlem azt, amit már többször mondtam, de erre mi érdemes mindig visszatérni, a legkomolyabban és legélesebb figyelem mellett. A megvalósítás azt jelenti, hogy megvalósítom önmagamat. Miért valósítom meg? Nem azért, mintha nem lennék meg, hiszen én meg vagyok. De mi ezen, mit kell megvalósítani? Azt kell megvalósítanom, hogy én önmagam teremtményeként létezzem. Ne itt találjam magamat, ne történjék velem, mert a létbe lépésem is történik, az életbe lépésem is történik, az életben maradásom is történik velem, és az életem kioltódása is történik velem, ha csak nem teszek ez ellen valamit. Tehát megvalósítom önmagamat, hogy önmagam teremtménye legyek. Ez visszamenőlegesen is érvényes. Azért vagyok, mert lenni akarok. Tehát az, amiről már többször beszéltünk, hogy ne az valósuljon meg, hogy itt találom magamat. Mert általában az ember úgy találja magát. Az odavetettség értelmében, amit Heidegger-ge Worfenheitnek nevezett, találja magát az életben. Semmit sem tud erről, hogy miért találja itt. Mert az, amit ehhez hűzünk, mert azért már megszületett, az miért született meg? Nem csak a miértjét nem tudja, semmit nem tud ezzel kapcsolatban. Csak azt, ami a felületek felületén tapasztalható. Az általános tapasztalati élet tulajdonképpen ez, a felületek felületének a tapasztalása mindenben. A modern tudomány is ilyen, az általános létszemlélet is ilyen.
az élet lebonyolódása is ilyen történik. Oda vetettségben. Csak a felületek felületének a tapasztalása mellett. Mert ez belső tapasztalattal ezek nem igen járnak. A megvalósítás az öntapasztalásnak nem csak kibővítése, hanem intenzifikációja, egyre intenzívebbé tétele. Az egész a világban működő erők ez ellen dolgoznak. Ehhez mágia kell, hogy ez megvalósuljon. A megvalósítónak, mágusnak kell lennie. Akár így nevezik abban az ő irányzatban, amit ő követ, vagy akár nem. Kimondottan mágikus utaknak azt nevezik, amikben varázslás történik. De olyan út is lehet, ami csak internálisan, tehát belülről varázslat. Kívülről semmi varázslatszerű nincs benne. De akkor is mágia, mindenképpen mágia. Mindenképpen mágikus karakter van a beavatásnak, a megvalósításnak, a jogának például. Kiváltképpen a hindu és buddhista tantrikus utaknál van ez így. Például a hindu mantrák követése esetén is főleg a Saiva tantránál, tehát a sivai tantrák követése esetén. Nem minden más esetben így van tulajdonképpen, csak van, ahol ez fokozottabban megmutatkozik, plasztikusabban kirajzolódik. Van, ahol ez nem. Van, ahol ez tulajdonképpen a mágikus vonások alig mutatkoznak. Külső szemlélő számára esetleg semmiképpen, még maga a megvalósító számára sem így jelennek meg. De ez minden esetben mágia. Mondhatjuk a varázslat. Mondhatjuk taumaturgia, vagyis csodatétel. Felébredés megvalósítása csodatétel. Nagyobb csodatétel, mint az óceánok szárazföldé változtatása. Nagyobb csodatétel, mint a föld visszafelé forgatása. Mert a megvalósításnak a mágikus karaktere egyértelmű. Az különböző, azt jelenti, hogy milyen úton járja be a
ezt az útot a törekvő. Más és más szignatúrái lehetnek. De az mindig másodlagos, vagy többedleges. A lényeg az, hogy mágia megy végbe, hogy a megvalósítás alapkaraktere mágikus. Akár mágikus útról van szó, akár nem. Tehát akkor is, ha kifejezetten és pregnánsan tagadjuk annak a bizonyos útnak a mágikus voltát, ez internálisan, tehát belülről tekintve mindig mágia. Ez nagyon lényeges, hogy így lássuk, és így fogjuk fel, és így fogadjuk ezeket a tanításokat. Tehát egyrészt ki kell mondani, hogy a végső cél mindig a metafizikai felébredés. A metafizikai megvalósítás abszolút célja a metafizikai felébredés. A beavatás pedig ennek az előkészítése. A metafizikai megvalósítás előkészítése, hogy a metafizikai felébredés megvalósuljon. Az iniciáció több azért egyszerű előkészítésnél, mindig kardinális jelentősége van. Tehát már belenyúlik a megvalósítás legmagasabb fokozataiba. Noha még nem a legmagasabb fokozat. Persze itt a szóhasználat az nagyon különböző lehet. Van, aki a teljes megvalósítást beavatásnak, iniciációnak nevezi. Mindig meg kell szokni annak a szerzőnek a szóhasználatát, akit olvasunk, vagy akit figyelembe veszünk. A szóhasználatok különböznek. Én azt a verziót tartom a legmegfelelőbbnek, az iniciáció, mint a metafizikai megvalósítás előkészítése szerepel. Érdekes, egyetlen szellemi irányzat sem használja én gyakran a beavatás eredetibb formáját, amit bemerítésnek is lehet nevezni, a beavatás helyesen, és aminek a görög neve baptismos, vagy baptisma, tehát ho baptismos, vagy to baptisma. Amit magyarra
Keresztségként szoktak fordítani. Ennek a jelentősége a keresztségé. Magunk között szóval nem túlságosan nagy. Nem túlságosan nagy, hiszen a az ime egy gyereket vagy egy felnőttet valamelyik felekezet körében megkeresztelnek, attól ő nem lesz beavatott. Vagyis a baptizmus, baptizma a maga belső lényegénél fogva meg sem valósul. Például a katolikus egyház azt tanítja, hogy minden megkeresztelt csecsemő, ha csecsemőként meghal, akkor azonnal üdvözül. Mert személyes bűne nincs, az áteredő bűnt pedig a keresztség eltörli. És teljes bűntelenül meghalás, a szentségbe való meghalás, és szentként hal meg. A katolikus egyház háromféle keresztséget különböztet meg. A vízkeresztség, vagyis a szokásos, a vágykeresztség, tehát hogy valaki miért nem lehet valami okukkal fogva végrehajtani a keresztség szertartását, de lénye mélyéből fakadóan vágyik erre. Ez egy vágykeresztség, és végül a vérkeresztség. Hogy feláldozza magát. És ez pótolja a keresztség. Az első vérkeresztség Heródes gyermek csecsemőgyilkosságai, amikor megölnek tek egy egész sereg csecsemőt Jézus helyett. Ezek az úgynevezett apró szentek, ezek szentek. Nem keresztelték meg őket vízzel és formálisan, de életüket adták, ha nem is autonóm elhatározással, de életüket adták Jézus helyett. Ez a keresztény tanítás erre vonatkozóan. A vérkeresztség. Most én magam részéről csak a valóságos beavatást amit magyarul is így mondok, hogy beavatás. Hát a baptizmust nem fordítom keresztségnek, hanem a baptizmust úgy fordítom, hogy beavatás.
és nincs vágy beavatott. Vagy beavatott, vagy nem beavatott. Tehát az egy reális fokozat. A reális fokozat, és tulajdonképpen internálisan belülről nézve mágikus aktus. Köszönöm a figyelmet.